Hazudjon bármit is a kormány, a rendszerváltás óta a legbrutálisabb megszorításokra kell felkészülni a magyar lakosságnak. Teljesen egyértelmű, és ez az elmúlt napok nyilatkozataiból világosan látszik, hogy a miniszterelnök pont egy nullát tévedett a megszorítások mértékével kapcsolatban, hiszen az idei évben és a jövő évben a független elemzők számításai szerint egy 1000 milliárdos nagyságrendű megszorításra kell felkészülni a magyar lakosságnak. És ennek a megszorításnak az oka nem kizárólag a nemzetközi gazdasági válság, hanem az az Orbán Viktor és Matolcsy úr által félmérzett gazdaságpolitikai kudarc, ami egy dilettáns gazdaságpolitika. Ennek a gazdaságpolitikának az eredménye az, hogy ma Magyarország sérülékenyebb a nemzetközi gazdasági válság körülményei között, mint számos más régiós ország. Itt utalhatnék a legutóbbi adatokra, amit Lengyelországgal kapcsolatban vagy Szlovákiával kapcsolatban láttunk, mind a növekedés, mint egyéb más makrogazdasági adatokat tekintve. Ez a fajta dilettáns gazdaságpolitika, ez konzervatív, liberális és baloldali közgazdászok szerint egyértelműen megbukott. Az ehhez való rögeszmés ragaszkodás az ma már nem pusztán egy gazdaságpolitikai kísérlet kudarcát jelenti, hanem tudatos károkozást és rombolást. Éppen ezért ma az országos elnökség úgy döntött, hogy újra beadjuk a Magyar Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatunkat, ami az adó törvények megváltoztatására tesz javaslatot. Ennek a törvénynek, módosításnak az a lényege, hogy egy igazságosabb adórendszert vezetnénk be, ami egy több kulcsos adót jelent, egy progresszív adózás jelent, egy második adókulcs bevezetésével, illetőleg a munkára rakódó járulékterhek csökkentését kezdeményezi. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy adja fel az egykulcsos adórendszert, ami látható módon nem csak társadalmi károkat okoz az igazságtalan volt amiatt, hanem gazdasági károkat is okoz Magyarország számára. A másik, amit kérünk a kormánytól, hogy költségvetési és jogi eszközökkel, törvényi eszközökkel ösztönözze a magyarországi foglalkoztatás bővítését, a munkanélküliségnek a csökkentését. Ehhez kötődően azt kezdeményezzük, hogy a közmunka program az ismételten napi 8 órába álljon rendelkezésre, illetőleg azt követeljük a kormánytól, hogy azt a munkatörvénykönyvét, aminek a koncepcióját, szövegét megismerhettük az elmúlt hetekben, azt vonja vissza. Én üdvözlöm Lázár János frakcióvezető társamnak a mondatait, aki arról beszélt, hogy ez a koncepció semmiféleképpen nem elfogadható, nem helyes, hanem egy másikat kellene, másik típusú módosítást előterjeszteni. Mi ezzel egyetértünk, azt kérjük a kormánytól, vonja vissza ezt. Éppen ezért a mai nap az elnökség egy nyílt levelet is megfogalmazott a munkatörvénykönyvével kapcsolatban, amit majd a kollégáim a rendelkezésükre bocsátják. Ebben három kérdéssel fordulunk a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez. Ezt engedjék meg, hogy felolvassam ezt a három kérdést. Az első az, hogy szeretnénk megtudni a miniszterelnök véleményét arról, hogy egyetérte azzal, hogy a munkavállalók százezrei jövőre több munkáért ugyanannyi vagy kevesebb bért vigyenek haza, mint az idén, mert elveszik vagy csökkentik a műszakpótlékot és lehetőséget adnak arra, hogy a túlóra pótlékot ne kelljen kifizetni. A másik kérdés, egyetérte azzal, hogy közel 4 millió munkavállaló jövőre kevesebb szabadsággal rendelkezzen, mint az idén, mert csökkenteni kívánják például a munkavállalók szabadságolási idejét és a szabadságkivétel önrendelkezési jogát. És a harmadik kérdés, egyetérte azzal, hogy a jövő évtől radikálisan megváltoznak az elbocsátás szabályai, azaz a munkáltatók indoklás nélkül és méltánytalanul alacsony kompenzáció mellett küldhetik el a dolgozóikat. Ez az a nyílt levél, amit a mai napon az én aláírásom és Gúr Nándor, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságunk elnökének az aláírásával megküldtünk a miniszterelnöknek. Erre kaptunk felhatalmazást az országos elnökségtől.